2019. január 4-e és 6-a között immáron 17. alkalommal rendezik meg a Karissa Kupa kispályás labdarúgó tornát Dunaújvárosban. A most már nemzetközivé nőtt megmérettetés ezúttal is jótékony célt szolgál. A bevétellel idén a Magyar Vöröskereszt területi szervezetét támogatják majd. Ugye két funkcióban vagyok ma itt, a Karissa első elnökeként és a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősségi Vállalat Bizottságának az elnökeként. A feladatunk többek között az, hogy ahol tudunk segítsünk, maga a labdarúgó szövetség is az ászlaját tűzte annak idején ezt. Az egyik legnagyobb horderejű segítő megmozdulásunk minden évben a Karissa Kupa jótékony akciója. Idén is pontosabban, ugye januárban is lesz ez másképpen. A felvezetésként, csak úgy szintén minden egyes alkalommal, a labdarúgó szövetség társadalmi felelősségi vállalat bizottsága 200.000 forinttal már hozzá is járul ehhez a gyűjtéshez, tehát már nem üres zsebbel indítjuk a történetet, 200.000 forinttal indulunk, ugyanakkor ugye tudjuk azt is, hogy a benevezett csapatok is ugye támogatják azzal a büdzsét, hogy a nevezési díjnak is a 10%-a meg fog érkezni a közös kasztába, úgyhogy tulajdonképpen nagyjából 300.000 forinttal tudjuk indítani a gyűjtésünket, aminek rendkívül módon örülök, és nagyon-nagyon örülök annak is, hogy újra nagyon nagy nevű emberek fogadták el a meghívásunkat. Meg is szeretném köszönni ezúttal a Nyíresi László úrnak és a Kuti László úrnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és a köréjük szerveződő csapatnak is, minden egyes tagjának megköszönjük, hogy itt lesznek, és föl is szeretném hívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy a gyűjtésünket ott a helyszínen is folytatjuk. Lesz ugye tombola, és lesz megfelelő személyek lesznek ott, akik a gyűjtésbe segítkezni fognak, tehát lesz lehetőség ott is adakozni, és nagyon bízok abban, hogy a Vöröskereszt egy komoly összegemet tudjuk majd támogatni, mert ők aztán nagyon megérdemelnék biztos ezt a segítséget, és rajta is leszünk azon a dolgon, hogy ezt realizáljuk. Nagy köszönet mindenkinek, hiszen az idei Karissa Kupa alcíme is a mindenkit összeköt, hiszen mindenki kell ehhez a sikerhez, legyen az a Dunaújváros megyei jóváros önkormányzata, Schneider Béra igazgató úr, vagy éppen a támogatói támogatások, vagy a gálamérkőzések sztárvendégei, vagy ahogy tudjátok, idén úgy döntött a bizottságunk, hogy a sztárvendég a Móricz iskola lesz. Tehát mindenkinek köszönjük innen is a segítséget. Nagyon fontos említenem, hogy most már célegyenesbe értünk, hiszen megvolt a sorsolás, és 32 csapat érkezik Dunaújvárosban. Ahogy Laci is mondta, túljelentkezés volt, összesen 36 csapat fog pályára lépni, hiszen két utánpótlás mérkőzéssel fogjuk színesíteni a vasárnapi napot. Ugye lesz egyszer az utánpótlás U9, a Dunaújváros Passa és a Hollerú FC csapatai mérik összetudásukat, majd ezt követő ugye a bronzmérkőzés, és utána jön a sztár csapatok, a Dunaújvárosi Kohász és a Budapesti Honvéd öregfiúk mérkőzése. Ugye pénteken kezdődik a rendezvény az egyetemi sportcsarnokban 16 órától, majd szombaton két helyszínre fogunk látogatni, a sportcsarnokban lesz reggel 8:30-tól, és az egyetemen 11 órától kezdődnek a küzdelmek, itt a csoportmérkőzések fognak zajlani, és akkor vasárnap lesz ugye a továbbjutás, az egyenes kieséses szakasz, és amit Zsolti is említett, itt már olyan mérkőzések lesznek, ahol teltház előtt fognak játszani a csapatok, és délelőtt és délutáni folyamán lesz ugye arcfestés, gyermekprogramok, illetve nem szabad elfelejteni a tomboláról, hiszen ugye a Karissa Kupa mindig jótékonykodik, egy csepp segítség lett ennek az alcíme, és a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi területi szervezetét fogjuk támogatni vele, és vasárnap 11 órakor pedig a helyszínen véradást fognak szervezni a helyi szervezők, aminek hálásak is, és köszönjük szépen a katéknak a sok munkát, hiszen vasárnap nem nagyon szoktak egyébként vért szervezni. És ugye, amit mondtam, tombola fődi Hertha Dortmund mérkőzés megtekintése két fő részére és utazással együtt, valamint Dárdai Pállal való találkozás, közös fotó, és még az öltözőbe is bemehet a szerencsés nyertes. Ezen felül ugye 10-11 ajándék lesz, ami elég komoly sportfelszerelések lesznek, itt ugye a helyi sportegyesületek támogatják ezt a rendezvényt, a D-pasétől elkezdve a Dabis egy ajándékcsomaggal fog érkezni, vagy éppen a
MOL Vidi. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön ki, vegyen tombolát, hiszen a tombola teljes bevétele az a Vöröskereszthez fog érkezni, és én mondtam is Katinak, hogy én úgy gondolom, hogy 2 millió forint fölött fogunk zárni vasárnapi nap, úgyhogy én kérek mindenkit, hogy ebben segítsen, érezze jól magát. Nagyon fontos megemlítenem, hogy ingyenes a parkolás Dunaújvárosban, úgyhogy aki vidékről érkezik, az fog találni helyet, és természetesen a mérkőzések megtekintése is ingyenes lesz a nézők számára. Én most tudtam meg azt is, hogy 17. alkalommal került megrendezésre, és azt is, hogy milyen nemes célt szolgál. Minden jótékonyság, főleg a mai nap ez csúnya szó, hogy kötelező, de mi, ahogy mondtam előbb is a pár szavas kis felkiabálásomban, mindig nagyon szívesen adtunk, ha volt mit, ha nem volt mit, akkor kerestünk olyat, amit tudni. Most is nagyon szívesen jöttünk erre a meghívásra. Kik fognak részt venni ezen a rendezvényen? Lehet-e tudni, vagy az még titok? Titoknak nem titok, itt azért több kérdőjel van, de a nagyobb neveket említve, Déltári Lajos például, Garaba Imre, Nagy Antal, Salai Sándor, és jó magam, mint a sor végén, de reméljük, hogy jönnek fiatalabbak is, mint nálunk jóval fiatalabbak, akik azért fölveszik a versenyt a Kuti Laciékkal. És milyen mérkőzésre számítotok? Mennyire veszitek komolyan ezeket a meccseket? Mennyit készültök? Hogy képzeljük ezt el? Véresen komolyan veszük, mint minden öreg fiúk mérkőzés. Tehát minden mérkőzés úgy kezdődik, hogy kimegyünk, játszogatunk, de azért bennünk van a vér, győzni akarunk mi is, ők is, tehát biztos, hogy komoly mérkőzés lesz. A felkészülés már nem olyan, mint 40 évvel ezelőtt értelemszerűen, de rendszeresen összejárunk, és fociát megiszunk egy-két sört. A mostani meccset azt gondolom ne így képzeljük majd el. Nem, a több sör lesz. Nem, persze, nem mindenki komolyan veszi, és próbálunk sérülésmentesen lejátszani a mérkőzést. Az én időmben is, ugye még a Laciék előtt, itt a Dunaújvárosi Kohász ifjúsági csapatában nevelkedtem föl, és hát mivel fiatalon nősültem, jöttek a gyerekek, így a nagypályás labdarúgást abban hagytam, és a kispályára tértem át, ahol évtizedekig a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban működtem, mint játékos, utána mint csapatvezető, több bajnok csapatnak a vezetőségi tagja, illetve szponzora voltam. Innen ez a nagy szeretet, és azóta is nagy hódolója vagyok a Dunaújvárosi Labdarúgás Kispályás Bajnokságának, ami merem állítani, hogy az egész országban az egyik legszervezettebb és legtöbbet foglalkoztatott sportoló van Dunaújvárosban. Tudomásom szerint közel 1500 labdarúgót mozgatnak meg évente. Az, amit ugye kibővült a társadalmi kapcsolatokkal, a kispályás labdarúgása, társadalmi kapcsolatok, én 12-be kerültem az önkormányzathoz, és akkor pont Szatmári Csabára gyűjtöttünk, ha jól emlékszem vissza, és akkor is elkezdődött ez a gyűjtemény sorozat, és azt mondhatom, szinte minden évben új csúcsot dönt a Karissza Kupa, mert egyre több szponzor, támogató jön erre a rendezvényre, és talán az egyik legsikeresebb és legtöbb csapatot vonzó, talán 35-40 csapat körül van. Sokszor már vissza kell mondani a meghívásokat, hogy nem tudják ugye a több létszám miatt lebonyolítani a rendezvényt, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jó úton haladunk, és büszkén mondhatom most, hogy itt van Schneider úr is a Fejér megyei Labdarúgó Szövetségtől, épp most küldött át nekünk egy pályázatot, hogy újabb 3 műfüves 12-24-es pályázaton vehetünk részt, melyben az önkormányzatnak csak 10%-át kell állnia, és úgy gondolom, hogy ezzel is a kispályás pályák bővítésében, lehetőségekben, hogy minél több mérkőzést lehessen bonyolítani. Így úgy gondolom, hogy ez jó úton haladunk, és én is további sok sikert, sok nézőt, sok bevételt, hogy a támogatás elérje célját, úgy szintén, amit most úgy tudom, hogy a Vöröst kereszt fog megkapni, és gratulálok a Labdarúgó Szövetségnek, és további sok sikert kívánok. Ismét január, ismét Karissza Kupa. Ugye, mennyit hallhattuk, ez már a 17. alkalommal kerül megrendezésre. Az önkormányzatunk mindig is lelkesen támogatott mindenfajta jótékonysági kezdeményezést. Én úgy gondolom, hogy idén is egy nemes célt tűztek ki maguk elé a szervezők, a Magyar Vöröskereszt támogatása révén. Dunaújváros Menyugóváros pedig, amivel tud, segít, két határon túli magyarnak a szállásában segítkezünk, és annak a költségeit állja önkormányzatunk. És külön meg szeretném köszönni a többi lelkes támogatónak, szponzornak, ifjú fiatal legendáknak, akik a nevükkel is emelik ennek a tornának a fényét.
Kívánok mindenkinek egy nagyon szép hétvégét a versenyzéshez, nagyon sok jó meccset, és a városlakóknak és a környékbeli, illetve akár távolabbról is, akik ide látogatnak, kívánom, hogy minél többen legyünk kint. Mindig is egy hatalmas élmény és hatalmas szórakozás. Az, hogy még ezzel jótékonykodunk is, úgy gondolom, úgy meg igazán mindenki elégedett lehet. A 17. Karissza Kupa védnökei dr. Dorkota Lajos Dunaújváros és Fejér megye díszpolgára, Galambos Dénes miniszterelnöki biztos és Csárna Gábor Dunaújváros megyei jogú város polgármestere.